Gyere, gyere, mondja Nord is be, hova vettek föl, gyere, baby! Gyere, be! Gazdálkodás és menedzsment Corvinus. Végéltem! BMW Hatronika! BMW! 200 pont a többen van! Miért ennyire lacsira fordít egy áron? Lássuk a kezeket, kit vettek föl! Gratulálunk! Engem szemmel vesz általános orvosira. Engem meg elte magyarra. Kettő ponttal csúsztam le, úgyhogy. Nem megnézem először. És miről? Ja. A Károlyi pszichológia. Gyógytornász a Sotéra, harmadjára vettek fel. Egy ponton múlt az első évben. Aztán meg hármon. Mehetek külföldre! Mert két áll leszek itt maradni, miután végeztem. Kényszerűen. A kurva hallgatói szerződés miatt. Hát kérdezzük, ez is egy vélemény. Ez van. Tököm tele lett azzal, hogy ott áll ez a 10 fasz a színpadon, és mondogatja a dolgait, és senki nem mondja ki, hogy mi itt a helyzet, hogy akit felvettek, még az sem örülhet igazán, mert... Felvettek? Igen, felvettek, és nem örülök, mondtam. Nem örülök, azért, mert így is szopok, és így is kénytelen leszek itt maradni, és itt dolgozni, hogyha nem szűnik meg a hallgatói szerződés. Corvinus nemzetközi tanulmányok, egy kérdés a kormányhoz. Na mi van? Nem is a törvények érintettek rosszul, hanem magának az érettségének a lefolyása. Szóval, hogy a feladatlapok borzasztó nehezek voltak, és ez nem csak rám igaz, hanem igazából kollektíve mindenkire, ami mutatja is, hogy sokkal lejjebb mentek a pontok, csak hát nekem még lejjebb ment, mint kellett volna. Nem, nekem költséges, de nem olyan. Nekem állami. Na és akkor melyik a rosszabb, a hallgatói szerződés, vagy a tandíj? Jó kérdés, vagy kiderül a végén. Nekem... És te mit mondasz erre? Nekem mindegy, mert mire elvégzem az orvosit, ez úgyis megváltozik. Engem a Károlyi fizetősre felvettek ugyanúgy pszichológiára, de hát nem tudom, hogy van-e kedvünk kifizetni fél évente 300 ezeret. BGF. És ott milyen szak? Érdemes. Marketing. Igazából én Corvinusra akartam volna menni, de hát mindegy. Nem igazán izgat. Hát a diákhitellel. Most nagyon kedvezményesek a hitelek. Gratulálunk mindenkinek, aki felvett. Benyészmérnök! Fogorvosi szemmelvejsz! Intézett főiskolájába. Nehéz volt. Pontosabban? Sokat kell tanulni. Miből? Kémia, biosz. Pontszámok? 438 volt, és nekem 444 van. De államira? És mi lesz a hallgatói szerződéssel? Erről most nem tudnék nyilatkozni. Hagyjad, Mári volt! 399 pontom volt, és nekem 398 az állami. Nagyon alacsony volt, 240 volt, de egyébként globálisan mindenhol. Kurvasokat tanultam, az emelt kémiára nagyon sokat készültem, egész két hétig a kémiakönyv felett görnyedtem, de megérte! Ti is csináljátok ugyanezt, mert a vegyészkar jó, gyertek ide ti is! Én történelemmel emelt szintű szem, és a magyar kötelező volt. Józsa Dorottya, hölgyeim és uraim! Ez pedig kérem szépen a most következő játékú nyelvtesek.